Totally.
Szép jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Amit az imént láttak, a Színművészeti Egyetem első éves bábszakos hallgatóinak etüdje volt. Én még így gálát elkezdődni nem is láttam, nem is hallottam. Minden esetre most in medias res, így kezdetét vette a Pécsi Országos Színházi Találkozó 9. poszt díjátadó gálaműsora. Köszöntöm Önöket szeretettel, és köszöntöm mindazokat a kollégákat, alkotókat, a közönségnek azt a részét, akik ma este ugyan nincsenek velünk, esetleg a tévéképernyő előtt ülnek, de az elmúlt 10 napban részesei voltak a produkcióknak, vagy a fesztivál élményeinek, estéinek, hangulatainak. Most pedig engedjék meg, hogy színpadra szólítsam Jordán Tamást, a poszt művészeti igazgatóját, illetve Simon Istvánt, a poszt ügyvezető igazgatóját. Szép jó estét kívánunk, mélyen tisztelt, nagy érdemű közönség, hölgyeim és uraim, hogy ennyi év után talán joggal mondhatom, hogy kedves barátaim. Ami június 4-én olyan hihetetlen távolinak tűnt, az most elérkezett, a díjkiosztó gála és a 9. poszt befejezése. Szeretnék 2 nevet említeni, akik az önök számára is, feltétlenül a poszt számára is nagyon sokat jelentettek, és most nem lehetnek közöttünk. 2 polgármesterről van szó, Toller László és Tasnádi Péter. Mi a díjazottak névsorát ismerjük, azt gondolom, hogy nagyon jó helyekre kerültek a díjak, biztos önök is örülni fognak neki, és a mai estéhez kívánok a eltelt 9 nap hangulatához hasonló, önfelett, boldog, tartalmas, gazdag, poszthoz mérkő szorulat. Nagyon rövid leszek, nagy szeretettel köszöntöm én is önöket, a tévénézőket is, hiszen ezt az adásban hamarosan látni lehet majd. Én mindenkinek csak a köszönet hangján szeretnék szólni. Köszönet a művészeknek, köszönet a 100-valahány fős kisegítő személyzetnek, a helyszíneknek, a helyszínek bérbeadóinak, az utcáknak, a tereknek. Nagyon köszönöm a városnak, Pécsváros közgyűlésének, hiszen nem kis támogatást adott, ugyanezt megadta a Oktatási és Kulturális Minisztérium. És mindenkinek, aki ebben közreműködött. 40 helyszínen, 201 produkció, 9,5 nap alatt, ez lesz a 201. És én annak örülök, az időjárás, bár nem volt mindig velünk, összesen 2 produkció maradt el, többit sikerült átmenteni a szabad térről a fedett helyszínekre. Én azt hiszem, hogy mindenki megtalálta önmagának való műfajokat, aki nem jutott be a versenyprogramra, azoktól természetesen elnézést kérünk majd jövőre, talán sikerül, néha azoktól is, akik bejutottak, de minden esetben mindenkinek mindent csak köszönünk. Ezzel a mi szerepünk majdnem véget ér, de még nem fog véget érni. Még annyit mondanék, hogy találkozunk 2010. június 3-án csütörtökön délután 5 órakor a megszépült, átépített földhányás nélküli Széchenyi. Kedves nézőink, hiszen a hivatalos versenyprogramban ugyebár 18 előadást láthattak, amelyben több mint 300 színész lépett színpadra, abban a 170-valahány rendezvényben pedig közel 1000 közreműködő jelent meg, amit Simon István említett. És engedjék meg egy pillanatra, hogy most megálljak itt, és hogy szenteljünk egy gondolatot azoknak, akik az idei szezon, pontosabban a 2008. április 1-e és 2009. március 31-e közé eső időszak alatt létrejött, közel 500 színházi premier létrehozásában országszerte dolgoztak, akár mint művészek,
akár mint műszak, ügyelés, vagy bárki a színfalak mögött, akik nélkül, mint tudjuk, nem lehet. Ez az 500 egy nagyon nagy szám, hölgyeim és uraim, több ezer ember szeretete, hozzáértése és lelkesedése hozta létre ezt az országos termést, amelyből Janis Attila, az idei fesztivál válogatója ezt a 18 előadást kiemelte. És valószínűleg mondhatjuk, hogy ebből a több ezer emberből nagyon sokan énekelnék szívből Lajtai Lajos dalát a Bal 4-es Páholy című zenés játékból. A zongoránál nem sokkal Bókai Zoltánt pillanthatjuk meg a mai este folyamán először, de nem utoljára. És aki pedig énekel, Felföldi Anikó. Nekem nélküle nincs más a nagy föld kerekén, ha kigyúl a rivalda, szívem dobban e dalra, ez a festett mennyország mind enyém. Forró színházi esték, csupa fény, csupa láz, mennyi bűvályos emlék, mindet őrzi e ház. 8-tól éjfélig élünk, de sok tapsot elérünk. Ez a ház, ami sorsunk, életünk. A Nagymező utcában, mindjárt a sarkon, állott egy régi ház. Új furcsák mód felett, esténként királyok és hercegek, és nem kapnak gázsit, hogyha rossz a ház. Bizony akad gond itt száz, nekem mégis kedves, mert ez az operett színház. Nekem élet a színház, én csak itt vagyok én, nekem nélkülem nincs más, a nagy föld kerekén. Aki gyúl a rivalda, szívem dobban e dalra, ez a festett mennyország mind, mind enyém. Forró színházi esték, csupa fény, csupa láz, mennyi bűvályos emlék, mindet őrzi e ház. 8-tól éjfélig élünk, de sok ez a ház, ami sorsunk, életünk. A Nagymező utcában, mindjárt a sarkon, ma is áll ez a fényes ház. Játszik benne sok ifjú sztár. Talán néhány pompás szeret még, nekem is jár. De mi marad, ha lefesti a maszkját a színész? Emlékeznek rám, ha már az arcunk ködbe vész. Nekem élet a színház. Én csak itt vagyok én. Nekem nélkülem nincs más a nagy föld terepén. Aki gyúl a rivalda, szívem dobban egy dalra, ez a festett mennyország. Ez a ház, ami sorsunk, életünk. 8-tól
éjfélig él. De sok tapsot megél. Ez a ház, a mi sorsunk. És most pedig kezdődjék a díjak átadása. Ehhez színpadra kérném szépen Katona Ágnest, a díjátadók állandó résztvevőjét, a díjátadások szakavatott mesterét, aki úgy tud díjátadást celebrálni, mint senki. Szép jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm ezt a kedves kis bevezetőt. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a nézők soraiban, és a képernyő előtt ülőket is természetesen. Mint azt már Szervét Tibor is említette, kezdődik a díjátadás. Elsőként a MASZK Országos Színész Egyesület díjainak átadása következik. A díjakról a színész zsűri döntött. A színész zsűri tagjai Barnák László, Felföldi Anikó és Kézdi György. És szeretném a színpadra szólítani a tiszti szolgákat, akik a díjátadásban ugye segítségre lesznek, Jordán Tamást és Simon Istvánt. A MASZK Országos Színész Egyesület díjait átadja Kézdi György, a színész zsűri tagja. A színész zsűri döntése értelmében a legjobb női alakítás díját kapja a Nemzeti Színház a Park című előadásában Titánia szerepének megformálásáért. Nagy Mari! A legjobb férfi alakítás díját kapja a Debreceni Csokonai Színház Oblomov című színművének Ilyics Oblomov szerepében nyújtott alakításáért. Trill Zsolt! A díjakhoz a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT egy Eozin dísztárgyat ajánlott fel, mely Fürtös György Munkácsi díjas keramikus alkotása. Köszönöm. Hadd mondjak egy érdekességet, számomra érdekességet az elmúlt szezonról. Volt ugye ez a közel 500 bemutató. Ebből például volt 22 Shakespeare, és ebből mindössze 3-4 volt végjáték. Molnár Ferenc. Jó, rendben, a Shakespeare. De van nekünk Molnár Ferenc. Az egész országban összesen 3 Molnár Ferenc premier volt. Úgy tűnik, hogy nem kifejezetten végjátéki kort érünk. Tudják például, hogy hányféle halálnemet láthattunk az idén a poszton? Volt mérgezés, fulladás, éghalál, kard által, mágián,
elvérzett, nem éhhalál volt a mágián, tehát kardáltal is volt egy külön halál, mágián is volt egy külön halál, elvérzés levágott új miatt, volt kutya általi széttépetés, volt önfelgyújtás, szóval tulajdonképpen csak az hiányzott, hogy valaki eleve nem megegye magát a szemünk láttára. Tehát a vészterhes korban úgy tűnik egy valami nyújt vigaszt és kiutat, a nő. A nő, akinek teremtéséről Darvas Szilárd írt, és ezt az írást Hauman Pétertől halljuk. Amit mondok, ez nem ma történt, de sok millió év előtt. Én most elmesélem, hogy az Isten valamikor réges-régen hogy teremtette a nőt. Kérem, a legenda őse hindu, és oly igaz, de oly igaz, hogy aki hallja, az nem lehet, hogy meg nem indul. Hát szóval az Úr legelőször, ugye, hát férfi embert alkotott, na most ezzel teltek ám hosszú évek, nappalok és alkonyok, hát ami szép volt, ami jó volt, hát ezt mindent ebbe fektette, tehát ő maga is megcsodált, amire készen lett vele, domború mell, magas homlok, sziklát görgető karok, és a többi, és a többi. Most részletezni nem is nagyon akarok. Na, szóval szeme, füle, lépe, mája. Lába is ugye, hogy már lépne rája. Na, szóval, hogy így visszagondolok, hát csupa-csupa jó dolog. Na, de közben hiba történt, mert elfogyott a nyersanyag. Míg a férfi ugye így remek lett, a szegény megfennek lett, rá már semmi nem jutott, ám az Isten, azért Isten, véghetetlen bölcsessége mindig jó dolgokra inti, hát tudja, hogy ha segít magán, az Isten is megsegíti. Na, hogy így nagy volt a probléma, csak merészebb lett ő attól, és nekiállt nőt csinálni. Hát, ahogy azt ma mondanátok, mindenféle műanyagból. Volt abban a nőben minden, hát nem lesz könnyű dolgom véges végig elsorolnom. Az ezüstholt kereksége, pálmasudár merevsége, őszi felhő méllambúja, mély hegedű néma húrja, őzékének kecsesége, majmok csacsi fecsegése, fáköszönyögő szél fuvalma, beszoroslán rémuralma, páva, tolla, pulyka, mérge, gyávanyulnak rettegések, kisverének puha pejhe, illatozó rózsa kelje, mérges hullánk kis darázsba, fölparázsló tűz varázsa, sorgatott méz, édes íze, szomjúság a tiszta vízre, nyári zápor, rétkeferve, téldühétől szétseperve, bátor tigris vadharagja, kispacsita, trilla hangja, és a többi, az is, ami ki lett hagyva. Hát nem volt már a férfi árva, mert az Úr az új teremtményt nekiadta. Igen, hát, vagyis rássózta az ő nyakára. Nem tett bel alig pár nap, az Úrhoz mén a férfi panaszkodik, azt remél, hogy az Isten csak megérti. Uram, mit szólt? Én nem értem, de rettenetes egy teremtény, akit adta. Ez a népben. Hát a szája be nem áll, ha fecsek. Egyszer nyűgös, másszor beteg, minden semmiségért zokog, majd szeszélyes és veszélyes, hogyha mit tudom én, egy kis öleléshez néha napján hozzáfogok. Hát ez kábít, bódít, mint az óbor. Az a baj, hogy sose jókor. Elpusztulok vele élve, de így könyörgök, vedd őt vissza.
nincs szükségem feleségre. Szólt az úr, ki nagy ravasz volt. Látom, nincs belőle hasznod. Visszaveszem én az asszonyt. Nem tett be, alig pár nap. Megint csak jön a férfi, panaszkodik. Azt remél, hogy az Isten csak megérti. Uram, így szólt, én nem értem, de csak hiányzik az a némben. Ettől vagyok én most bajban, mert hiányzik a dalos ajka. Hogy ez milyen kedves, mikor feseg. Ez megható, ha néha beteg, hogy ez milyen hálás, milyen boldog, hogyha egy kis, mit tudom, ilyen ölelésed, hogy néha napján hozzáfogok. Kábít, bódít, mint az óbor, sosem rosszkor, mindig jókor, nincs öröm, csak vele élve. Én könyörgök, add vissza, szükségem van feleségre, szólt az úr, ki nagy ravasz volt. Látom, látod már a hasznod, visszaadom én az asszony. Nem tedd el alig pár nap. Megint csak jön a férfi, panaszkodik azt remélve, hogy az Isten csak megérti. Uram, így szólt, én se értem, de azért tudod, azért csak némber az a némber. És a sok bosszúság kevés öröm, és a soknál több a köröm. Köröm, karom, fecsej, szitok, mikor jónak látja, kidob, minden semmiségért okol, vele élnem tüzes pokol. Így könyörgök, legyen vége, vedd őt vissza, sose lássam. Nincs szükségem feleségre! Na, ez már sok volt az Istennek. Puf, nagyot csapott az asztalra. Te, ide hallgass, azért nekem is van egy kis eszem, úgyhogy vissza többé sose veszem. Okstalanságodon okulj, ahogy tudsz, úgy boldogulj te! Ezt a mérget hordanod kell, akármeddig éget is, te vidd az asszony, meg különben beszüntetlek téged is. Sok millió éve ennek, de semmi nem változott. Hát ma is így vagyunk a nőkkel, ugye hol áldott, hol átkozott. Nyögünk, hogyha velünk van, meg hogyha elhagy. Akkor is ezt csináljuk, amíg élünk. Így jön el az akkor is. Kérem, amíg ez a világ, világ, mi itt össze sose békülünk, úgyhogy tragédiánk egy mondatban, sem velük se. Köszönöm szépen. A Fidelio Est szerkesztősége külön díjainak átadására kerül sor. A díjakról a szakmai zsűri döntött. A szakmai zsűri tagjai, Konter László rendező, a Magyar Színház Rendezői Testület tagja, a zsűri elnöke, Robin Dettje kritikus műfordító Németországból, Orbán Eszter dramaturg, a Színházi Dramaturgok CE-nek tagja, Egressi Zoltán író, a drámaírói kerekasztal tagja, Cappel László kritikus, a Színházi Kritikusok CH-nek tagja, Tordai Hajnal tervező, a Magyar Látvány, Díszlet és Jelmeztervező Művészek Társaságának tagja, Huszár Zsolt színművész, a MASZK Országos Színész Egyesület tagja. A Fidelio Súgó szerkesztőségének külön díjai, a legjobb 30 év alatti színművésznő díját átadja Rik Zsófi, a Fidelio Est színházi rovatának szerkesztője. A díjat elnyerte a Budapesti Katona József Színház Barbárok című előadásának Anna Fjodorovna szerepében nyújtott alakításáért. Tenki Réka! Thank you.
A legjobb 30 év alatti színművész díját ugyancsak Rik Zsófi adja át. A díjat elnyerte a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata a Géza Gyerek című előadásának címszerepében nyújtott alakításáért. Pálfi Ervin! Jegyzem meg, hogy a Fidelio est különdíjai 60-60 ezer forint értékű könyv és CD utalvány. Hölgyeim és uraim, a közönség zsűri díjának átadásával folytatjuk. A közönség zsűri tagjai Angyal Péter közgazdász, Balla Gizella középiskolai tanuló, Molvai Norbert jogász, Petrecki Zsuzsanna külkereskedelmi munkatárs és Pók Csabáné tanító. A díjat átadja Pók Csabáné, a közönség zsűri tagja. A díjat elnyerte a Debreceni Csokonai Színház Oblom Off című előadása. A díjat ismét Krill Zsolt veszi át, a színház művésze. Fölöttem már nem az ég ragyog, arcokká váltak az öreg csillagok. Minden éjjel itt vannak velem összes ősöm. Láttok még engem, nem tűnök el. Láttok még engem, szívem nem visz el. Itt tart már minden, csak ez lehet jó. Átölelés megvéd, ősi szó. Kitartó szív az apám jussa volt, anyám a dalban a szerelemről szólt. Örökségem vagy a sors akarta így, tenyeremben erről csak néhány vonal írt. Láttok még engem, még engem,
csak ez lehet jó. Hátölelés megvéd, majd minden ősi szó. Balikó Tamást hallottuk, a dal címe Láttok még engem. Ebben biztos vagyok. Kedves közönségünk, a Thália Színház igazgatója, Zimányi Zsófia, két díjat ajánlott fel a szakmai zsűri által javasolt két nem budapesti színház fővárosi vendégjátékára a Thália Színházban 2009. szeptemberében. Az egyik díj egy nagyszínházi, a másik egy stúdiószínházi produkciónak nyújt játék lehetőséget. A díjakat átadja Brühl Krisztina, a Thália Színház művészeti titkára. A szakmai zsűri döntése alapján a két díjazott, az Egri Gárdonyi Géza Színház, a Belencei Kalmár című előadása. A díjat Bozó Andrea, Mészáros Máté és Ötvös András, az Egri Gárdonyi Géza Színház művészei vették át. A következő. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának a Géza Gyerek című előadása. Mezei Zoltán, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának igazgatója vette át. Úgy tűnik tehát, hogy ezen a fesztiválon egy elég sötét közelkép rajzolódott ki rólunk emberekről. Volt közben viszont egy derűs seregszemlehelyes állatkákról. Láthattunk plüskutyát, macskákat, halakat, jegesmedvét. Sőt, két előadásban is szerepelt a Minotaurus. Következzék most a Szépség és Szörnyeteg című musicalből egy duett, Vermes Tímea és Gregorovics Tamás előadásában. Ősi monda szól, tiszta és való, két sors rögös út összeér a múlt, s olvad már a hó. Furcsa pillanat, hátrányból előny, lelkük megremeg, két ijedjen meg, szépség és a szörny.
vannak még csodák. Vére mind a ból, ragyog már a nap, s együtt szállnak a jövő és a Hölgyeim és uraim, a szakmai díjak átadására kerül sor. A szakmai zsűri meghozta döntését, de nem hagyta őket nyugodni, hogy a fesztivál szabályzata alapján csak egy külön díj kiadására van lehetőség. Ezért úgy döntöttek, hogy külön-külön díjjal ismerik el két alkotó munkáját, mert fontosnak tartják, hogy a szakma és a közönség előtt fejezhessék ki elismerésüket. Színpadra kérném szépen Orbán Eszter dramaturgot, a szakmai zsűri tagját. És akkor már rögtön a segédjét, aki a másik díjat fogja átadni, Egressy Zoltán írót, a szakmai zsűri tagját, itt vannak. Elsőként az Egri Gárdonyi Géza Színház Velencei Kalmár című produkciójában végzett kiemelkedő dramaturgiai munkájáért Ungár Júlia kapja a külön-külön díjat. Júlia távollétében a díjat Zsótér Sándor veszi át. A másik külön-külön díjat a zsűri Kovács Márton zeneszerző zenésznek adja, a Pécsi Nemzeti Színház Képzelt Beteg és Istenítélet című előadások zenei világának megteremtéséért.
szakmai zsűri külön díját Janis Attila a 9. Poszt versenyprodukcióinak válogatója adja át. A zsűri ezúttal a külön díjat a legígéretesebb színházi törekvésért a Sputnik Hajózási Társaság Modern Színház és Viselkedéskutató Intézet Labor a Bérház Történetek című produkciójának ítélte. A díjat átveszi a társulat! A legjobb jelmeznek járó díjat Balikó Tamás, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója adja át. A díjat elnyerte az Örkény István Színház és a Művészetek Palotája közös produkciójában készült Jó gyerekek képeskönyve című előadás jelmezeiért és maszkjaiért Nagy Fruzsina! A legjobb díszlet díját átadja Vajda Márta, a Magyar Színházi Társaság ügyvezető titkára. A díjat elnyerte a Pécsi Nemzeti Színház Istenítélet című produkciójának és a Katona József Színház Barbárok című produkciójának díszleteiért Kell Zsolt! Elmesélni egyik legkedvesebb szerepemből egy rövid kis prózai részt. Remélem felismerik. No sapete neanche da che parte si comincia a conquistare una donna. In America i bambinati così sanno già tutto sull'argomento. A, B, C della conquista. A, il tipo di donna. B, il luogo dell'appuntamento. C, l'ora. Látom, felismerték. Nos, ez a kis rövid prózai rész Ábrahám Pál, Bál a Savoyban című operettjéből való. És hogy miért olaszul mondtam? Mert olaszul játszottam. Érdekes, ugye? És még érdekesebb, hogy hogyan kerültem Olaszországba. Mondok egy nevet. Bársony Rózsi. Azt hiszem, még sokan emlékeznek rá. Hiszen emlékeztünk mi is rá itt a poszt alatt. A Pécsi Galériában egy fantasztikus kiállítás volt, hiszen idén lenne 100 esztendős. Ezzel a kis mesémmel őrá szeretnék emlékeztetni. Tehát Bársony Rózsi.
Ábrahám Pál ezt a szerepet Várfény Rózsinak írta. Ő 6 nyelven szinte az egész világon eljátszotta, rettenetesen nagy sikerrel, többek között Olaszországban is. És néhány évtizeddel ezelőtt, amikor felkérték, hogy ismét játssz el nagy sikerű szerepét, ő megköszönte a lehetőséget, de mondta, hogy ő bizony már elbúcsúzott a közönségtől. De ha megengedik, majd valakit választ maga helyett, hiszen ezt a szerepet csak magyar szubrett játszhatja el. Eljött az Operettszínházba, megnézett minden előadást, és felírt egy nevet. És hogy kinek a nevét írta fel, azt rövidesen megtudtam, amikor felkértek a szerep eljátszására. Rózsika ott volt a premiéren, velem együtt mondta az olasz szöveget, velem együtt drukkolt, és amikor előadás végén oda mentem a páholya alá, és felnyújtottam egy hatalmas csokorvirágot, hát velem együtt sírt is. Másnap az újságokban hatalmas cikkek jelentek meg, jelképes tróncsár az operettegén, Vársonytól Felföldig. Most szeretnék emlékezni rá, azt hiszem, hogy jobban ismerik a dalt, ha annyit mondok. Kicsike, vigyázzon, egyszer nagymama lesz. Per faro un uomo cascar, troppo il suo bene pilar, anche di mattina e di mezzodì, spesso lacrimi di. Ma di mattina non va, e al pomeriggio sta mal, e se viene la sera lo tira a sé, anche la moglie e me. Kicsike, vigyázzon. E ci serve nagymama lesz, oh, nagymama lesz, nagymama lesz. Aki sonokákkal jaj, de sok baja lesz, sok baja lesz, lesz, lesz. Legyen ez a mérsékelje magát, ez a heves vérmérséklet megárt. Kicsike vigyázzon, egyszer nagymama lesz, oh yes. Donne bionde, donne brune, donne nere, donne rosse, donne alte, donne basse, donne magre, donne grosse, moltano labbra rotte, moltano zappa rotte, moltano lingua lunga, moltano lingua corta, moltano canne bianca, moltano canne nera, moltano buon umore, moltano brutta cera, moltani occhi scuri, moltani occhi chiari, moltani odio giorgio, moltani occhi amari. Donne bionde, donne brune, donne nere, donne rosse, donne alte, donne basse, io vi dico tutto cuore, buonasera bei signori! Bello il giro serra andar, stretti di qua di là. És a történetnek még nincs vége, ugyanis a siker megelőzött, és mire hazaérkeztem Budapestre, a Magyar Televízió is elhatározta, hogy bemutatja ennek a zanzásított változatát. Tetszenek tudni, mi az. Az összes dalt elénekeljük, és ilyen kis picis összekötő szövegekkel. Nos, akkor minden pici volt, emiatt Mustafa Bejt, a szerelmes partneremet is Bodrogi Gyula játszotta. És én nagyon szerettem volna megmenteni ezt a kis mondókát, emiatt fölhívtam Rózsikát, Bécsben élt. Mondom, hogy volt az, amikor Dénes Oszkárral az Operettszínházban játszottátok ezt a szerepet? Milyen mondókát mondtatok? Szóval várjál, írjad, íme! Hogyha leül a nagymama, ölébe ül az unoka. Egy unoka, két unoka, négy unoka, hat unoka. Az unoka cseperedik, gyerekekkel verekedik. Már egészen kiskorába becsukják az iskolába. Sír a papa, sír a mama, a nagymama, a nagypapa. Mi lesz veled, kisunoka, emberemből nem lesz soha. A suliból őt kiveszik, egy másikba beleteszik. Így se tanul, úgy se tanul, a jövője nem alakul. Nagy kamasz már az unoka, összeül a sok rokona. Mama is, meg a papa is, összeül a családfa is. Csak az busul, aki időre megmozdul, mert jó előre, igazgat, ha lesz belőle, hát kicsike vigyázz, egyszer nagymama lesz, a nagymama lesz. Oh, yeah! Köszönöm szépen! És ekkor megtörtént a csoda, ugyanis a Budapesti Operettszínház is felújított ezt a darabot, és én szerettem volna megint csak ezt a mondókát megbenteni, de hát az, hogy igazgató lesz belőle, ez ma már nem egy karrier, úgyhogy megkértem Romhány József barátomat, tudják, Rimhányó Romhányi, hogy valami egészen egyszerű szöveget írjon nekem. Azt mondta, te, miről szól a dolog? Hát mondom, van egy nő, meg egy török basa, aztán találkoznak, és szerelembe esnek, és a szerelmi végterm, na jó, nem mondj semmit.
írok egy nagyon egyszerűt. Íme. Bömböl öt kis vásod kölök, mindegyikük persze török. Lesz itt ricsaj, rumli, örök, ettől már is megőrülök. Bőg, akiből bég lesz egyszer, ágál a kis aga maga. Sír a kis bed, még nincs fistel, csupa pisi a kis pasa. Elpáholjuk a kis páhit, kádba dugjuk a kis kádit. Egy-kettőre, de nem számít, lesz 25 unokádit. Csupa Mustafa cseme, unokáink nagyserege, és aztán majd évek múltán lesz közöttük egy-két szultán, ukrán mede, sereg, gyerek, rákondolni nem is merek. 25 kis vásod kölök, mindegyik persze török. Jól esne, bárkra, mert egy ilyen nagy családban. Szükségzett nagymama rád, kicsike vigyázz, egyszer nagymama lesz, nagymama lesz. Oh, yeah! Kedves közönségünk, folytatódjék a szakmai zsűri díjainak átadása. A legjobb férfi epizód szereplő díját átadja Konter László, a szakmai zsűri elnöke. A díjat elnyerte a Pécsi Nemzeti Színház Képzelt Beteg című előadásában Kleant, illetve az Istenítélet című előadás Hél tiszteletes szerepében nyújtott alakításaiért. Pál András! A legjobb női epizód szereplő díját átadja Péterfi Attila, a Pannon Power Holding ZRT energetikai igazgatója, a Poszt egyik főszponzora. A díjat elnyerte a Vix Színház Augustus Oklahomában című előadásának Barbara Fordham szerepében nyújtott alakításáért. Börcsök Enikő! Fiatal színészek mesélték, hogy az egyik mesterség tanáruktól a következő életre szóló tanítást kapták. Jegyezzék meg jól, a színház fontos, nagyon fontos, tovább megyek, nagyon-nagyon fontos, de annyira azért mégsem. Vagy mégis. Hallgassunk meg egy másik életre szóló tanítást arról, hogy talán nincs is olyan pillanata az életnek, amelyben ne lenne szükség egy csipetnyi színházra, egy picike komédiára. Szerkovics Béla dalát, a
A címe Minden csak komédia. Haumann Péter énekli. Szegény, apró legény, a este munkába állsz. Munkázz nemes, hogy pénz keves, akár a fejedre állsz. Most még hét, erdős a hét, most még van játék szeme. De este már a munka vár, kezdődik az életed. Tanulj meg fiacskán komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, te magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, hű szeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg fiacskán komédiázni, mert minden, minden csak komédia. Trallalala, trallalala, trallaladidam, lalalala, trallalala, trallalala, trallaladidam. Nem voltam én mindig szegény, jó anyám gonddal nevelt, ágyam felett őrködött, s altató dalt énekelt. Telt az idő, és jött a nő, én hittem neki bután. Cirkuszba volt, ott lovagolt, én megmentem a cirkusz után. Ő volt a fény, éltem egén, miként egy oltári szent, de jött egy más komédiás, és ő a másikkal ment. Anyuska volt, anyuska nincs, anyuskát cserben hagyott, de jó apád, vigyázz te rád, ő lesz az őr angyalod. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, de magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, hű szeretőnek, ne higgy az eskinek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden csak komédia. Trallalalam, lalalalam, trallalalíram, lalalalalam, trallalalam, trallalalam, trallalalíram. Volt olyan előadás, ahol kondigépen edzettek a hősök, volt olyan, ahol ördögi ügyességgel késeket dobáltak, vagy szampót építettek, ne kérdezzék, hogy mi az a szampó. Most itt a gálán a testmozgásnak egy ismét más formája következik, egy bájos tánc, Teremi Trixi és Bozsó József Simi. Nevelem nagyság Simmit járni, bizsereg a talpan, nem tud várni. Ha a zenekarban ott-ent ott a tamö-tamö szól,
simima a táncok, fenkölt csúcsa, már a csecsemő is mindezt nyúzza, ajándékba kaptuk eztet, mint az Antantól. Erre Pali mostan testét táncik, ez a szabivat biztos bőrc láncik, most lehet a hét pedig kérdő csokkolnál. Csak a szerecsennő volt rá büszke, nem a lobog érte minden nőske, simi, 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 szívem csücske, simi külünk sem vár. Aki tudja, mi a sik, mi a nob lesz, rajong az a divatért, csupa smog lesz, hogyha látsz egy újabb táncrációt, addig nyúzod, még a nyelved is kilóg. Mindegy már, ha csúnya ön vagy a lóg, hogyha benned úgy a kontra a lóg. Nem tudom, csak attól lóg a lábra, attól lesz a nő, ha a felderembe így köszöntő nő. Csak simmit járni, bizsereg a talpam, nem tud várni, ha a zenekarban hottent ott a tamtam szor. Simima a táncok, fenkőn csúcsa, már a csosemű is mindezt nyúzza, ajándékba kaptuk eztet, mint az Antantól. Örök a libostan, testkés táncik, ez a szabibat bizhon, becváncik, most lehet épp egy mikkel csak a szerecsennő volt rá büszke, nem a lobog érte minden bücske, simi, 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 szívem csücske, simi nélkül nincsen bár. Közönségünk, hölgyeim és uraim! A legjobb férfi, illetve női főszereplő díjainak átadása következik. A legjobb férfi főszereplő díját átadja dr. Kunst Márta, Pécs megyei jogú város alpolgármestere. A díjat elnyerte a Sputnik Hajózási Társaság Modern Színház és Viselkedés Kutatóintézet Labor Bérház Történetek című produkciójában nyújtott alakításáért Gyabronka József! A legjobb női főszereplő díját átadja Nagy Csaba, Pécs megyei jogú város alpolgármestere. A díjat elnyerte
a Pécsi Nemzeti Színház Istenítélet című darabjának Elizabeth Proctor és a Képzelt Beteg című produkció Toánett szerepében nyújtott alakításaiért Herceg Adrien! Kedves barátom, egyszerűen fesztivál üzemmódnak nevezte azt a fajta életmódot, amit itt ő 10 nap alatt élt. Ezt én magamban körülbelül úgy fordítottam, hogy az ember nem a nappal, hanem a holddal kel föl, és a holddal tér nyugovóra. Következzék Jordán Tamás, aki Tóth Árpád a Holdkórus apró című versét mondja. A hold almabájú bolygó, mondják, veszélyes és hamis. Hadd mondok erről egy csiklandó, mosolygó mókát magam is. Dalom sajkája hős rovakkor romantikus vizére ring. Sok furcsa módi járta akkor. Acélból volt a férfi ing. Viszont a drága női meznek sok titkát, bájos holmikat, miket ma csipkékkel himeznek, vasöv pótolta, és lakat. Finom kis kor volt. És a korban élt egy kedves nyulánk legény, legnyalkább az apródi sorban, de jaj, beteg vala szegény. Azon kapták őt éről ére az alabárdos bakterek, hogy egyre a kastély erkélyre mászkál szegény kóros gyerek. Megtörtént néha, hogy lepottyant, és majd szétzúzta a meredély. De a fiúnak meg se kottyant. Megint mászott, ha jött az éj. Hát összeültek a tudósok, és tűnődtek, ez hogy is lehet. És lévén tudományuk jó sok, meg is fejték az esetet. S szavuk méltó-e díszes dalra, mert bölcsessége tele volt. Azért megy az apród a falra, mert vonzza őt a telehold. Nos, bölcsesség zsírjában úszott a döntés, de baj valamíg, hogy a fiú akkor is kúszott, ha nem volt holdas fönn az ég. A legfőbb bölcset ez gyötörte, és aludni se hagyta őt, s fejét, amely főtt, egyre törte, és amíg törte, egyre főtt. Kiment éjjel a kertbe, s hát ott, amint szemét fölemeli, íme pont a fiúra látott, mászott javában fölfelé, s fönt az erkély korlátja mellett egy lánynak ívelt termete. Ő volt a várúr, szőke, molett, ringó csípőjű gyermeke. Oly teljes volt, olyan igéző, sejtelmesen vonzó, kerek, hogy majdnem a bölcskerti néző is kúszott már, mint a gyerek. S vígan dörmögte, éljen, éljen,
mégiscsak ott kurja volt. Nem fontos, hogy pont az égen keresztessék a teleholt. Ahogy itt ma este, úgy a fesztiválon is békésen megférte egymás mellett a sokféle műfaj. Például a felhasznált zenék, népzene Eric Clapton, Chopin, Nick Cave, Strauss, Csengő Zoli, vagy a Tiger Lilies muzsikája. Következzék most egy részlet az Operaház fantomjából, Vermes Tímea énekel. The music of the night.
tisztelt közönségünk, hölgyeim és uraim! A legjobb rendezés díjának átadása következik. A legjobb rendezés díját átadja Nagyné Varga Melinda, az Oktatási és Kulturális Minisztérium művészeti főosztályának vezetője. A díjat elnyerte a Katona József Színház Barbárok, valamint az Örkény István Színház és a Művészetek Palotája koprodukciójában létrehozott Jó gyerekek képes könyve című előadások rendezéseiért Azser Tamás! Most pedig felkérem dr. Páva Zsolt urat, Pécs megyei jogú város polgármesterét a legjobb előadás díjának átadására. A díjat elnyerte a Pécsi Nemzeti Színház Isten ítélet című előadása. A díjat átveszi Mohácsi János és a társulat. Thank you.
szép polgármesternek lenni. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntök mindenkit a poszt záró gála eseményén. Tényleg jó érzés itt állni ilyen siker után. Nem tudom, számolták-e, én összeszámoltam magamban, 4 díjat nyert a Pécsi Nemzeti Színház bármik produkció, amelyik a versenyben részt vett. És jelentem, ez egy rekordbeállítás, ennyit még Pécsi Színház a poszt 9. és 9 alkalma alatt még nem tudott összegyűjteni, úgyhogy gratulálok innen a színpadról és minden kedves résztvevőnek, a Pécsi Nemzeti Színház gárdájának, rendezőknek, szereplőknek, színészeknek, statisztáknak, mindenkinek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, utolsó perceit éljük a 9. poszt eseményének. Ez egy sajátos műfaj ez a fesztivál, hiszen hogyha úgy vesszük, akkor, és sokan így gondolkoznak bizonyára, akkor összevetést készítenek, hogy milyen az idei, milyen volt tavaly, azelőtt, sőt van, aki élesebb memóriával megáldva, még az elsőkre is vissza tud emlékezni, és akkor egyfajta értékítéletet hoz, hogy melyik volt a legtetszőbb, legkedvesebb számára. Mások viszont, én magam is ebbe a körbe tartozom, mint elsőként, polgármesterként, amikor ilyen eseményen veszek részt, a konkrét adott évadra vagy eseményre próbálok odafigyelni. És tényleg azt kell mondjam, hogy a legfontosabb dolog, a legfontosabb üzenet, ha szabad így fogalmaznom, az, hogy 9-szerre is Pécs város bizonyította, hogy ezt a rendezvényt magáénak érzi, a posztot szereti, a pécsi polgárok, a színház kedvelők, sőt, talán a színházat nem annyira ismerők is, akik ebben a városban vannak, ezt az eseményt már megszokták, ha elkerülne innen, ilyenről nincs szó egyébként, hiányozna a városnak, tehát azt kell mondjam, hogy egy nagyon jó dolog, és tényleg a poszt és Pécs teljesen összefort, és hát tudjuk jól azt, hogy a 9. után jön a 10. jövőre, még pedig egy jeles év lesz, hiszen 2010, 10. poszt, kulturális főváros, Európa kulturális fővárosa, tehát mindenképpen egy nagyon komoly 10. posztra van kilátás, talán még az eddigeket is felül tudja majd múlni ez az esemény. Én nagyon köszönöm, bár sok köszönet hangzott el eddig is, de egy dolgot hadd köszönjek meg én is a pécsi polgároknak, Pécsváros közönségének, azt, hogy ezúttal is kitett magáért, végigkísérte az eseményeket, a hivatalos programokat, a nem hivatalos programokat, az informális találkozókat és a sok-sok lehetőséget, amikor ugye kapcsolat tudott kerülni ezzel a rendezvénnyel. Én kívánom azt, hogy ez a jó kapcsolat, ez a kötődés, szoros kötődés maradjon meg még sok éven keresztül, és kívánom egyúttal azt is, hogy jövőre, ahogy ígértem, egy még szebb, még jelesebb, még komolyabb poszttal legyünk gazdagabbak. Én most nem zárok be semmit, mert hogy lesz még egy utolsó, legeslegutolsó esemény kinn a téren, a város főterén, a Széchenyi téren, egy lézersok keretében, amikor bezárjuk hivatalosan a 9. poszt eseményét. Úgyhogy kérem, hogy legyenek velünk, tartsanak velünk erre a látványsóra, vagy nem is tudom, minek nevezzem, erre a vigasságra. És addig is további szép estét kívánok, köszönöm a figyelmüket, köszönöm szépen, hogy itt voltak, köszönöm szépen a város minden polgárának a figyelmet, és hajrá poszt a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Díjátadó gálaestünk végéhez értünk. Mint azt polgármester úr is említette, én már hagyomány, hogy egy lézersót rendezünk a Széchenyi téren. Nagy szeretettel várjuk Önöket 10:30-re. Búcsúztassuk együtt a 9. Pécsi Országos Színházi Találkozót. És becsület szóra nem egyeztettünk a polgármester úrral, ennyire egyformán gondolkodunk. Pont ezt akartuk mondani, köszönjük megtisztelő jelenlétüket, figyelmüket, szeretetüket. Köszönjük, hogy éltetik ezt a hagyományt, a posztot, és találkozunk egy év múlva a 10. immár jubileumi, pont a végére maradt ez a szó, jubileumi fesztiválon, ahogy Jordán Tamás mondta, június 3-án 2:30 előtt 8 perccel. Viszontlátásra. Nem, bocsánat. És kvázi fináléként hallgassuk a pécsi gyökerű Vivaldi Bacchus énekegyüttest.
szívesen áll már a kancsó, bord bele, ide hamar a javából bevele. Boncidáig folyjon a bor, mint tenger, ki meg nem állhat, míg a lábán nem ember, nem ember. Így állj te hát! Ül is hír, mert szomjazom, de csókolat, csókolat, hűgalambom, hűgalambom. Így állj te hát! Ül is hír, mert szomjazom, de csókolat, csókolat, hűgalambom, hűgalambom, hűgalambom. Jó esetben! Köszönjük szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves közönséget a Vivát Bacchus énekegyüttes nevében. Mi egy olyan pécsi énekegyüttes lennénk, akik arra tették fel az életüket, hogy a bordalnak, mint műfajnak új stílus irányzatokat teremtenek. Ezen munkálkodunk idestova már 8 éve, és ebből hallhatnak tőlünk egy kis ízelítőt 7 perc 50 másodpercben. Kis pincébe belépve, lépcső visz a sötétbe, lépcső visz, de lépcső visz, de lépcső visz a sötétbe. Fokról fokra lépten nyomon, eszembe jut, hol a borom, lépten nyomon, de lépten nyomon, eszembe jut. Hol a borom, lámpa fénynél imbolyogva, hordócska áll a sarokba, hordócska, de hordócska, de hordó áll a sarokba. Kis hordócska, tele borras, benne rejtve, ezer bordal elrejtve, de elrejtve, de elrejtve. A bordal, lelkemben már megnyugodva, barátokkal kortyolgatva, hálás szívben zengjük a dalt. Isten éltesse a magyar, Isten éltesse a magyar, Isten éltesse a magyar. Köszönjük szépen! Kis együttesünk nagyon sokat jár külföldre, és mi egy olyan csapat vagyunk, hogy eljutunk egy országba, nagy szeretettel elhozunk egy dalt a nép adott nyelvén. Itt történt ez, amikor Kínába jártunk, hazajöttünk, és találtunk egy igazán nagyon híres kínai népdalt. Balási Szabolcs a hangunkra igazította, és kínaiul nem sikerült megtanulnunk, úgyhogy Szent Györgyvári Péter írt rá egy magyar szöveget. A címe Moli Hua. Moli Hua. Kici olcsó dalockánk következik. Kaci, kaci. Hankun, hankun, jimpu, bankun, jimpa. Megvan, köszönöm. Volt egyszer egy vénember, nem látott világot. Volt egyszer egy vénember, nem látott világot. Így volt egy szép napon a szélén, urám, most már, hogy birtokomnak jön egy sorát. Jótnak indulok, végre megnézem, mi szép az élet, más fölnézem. Gyorsan csomagolt, és másnap útra kért, mert távol egy jobb jövőt remél. Hogy gondolta eddig egy rossz mesében? Noé, húá! Kíti után tért haza, és vígan kiáltott. Hosszú idő alatt bejártam a világot. Lelkemben mégsem volt féken, az a vágyott szívem a szőlőben. És nem keres többé szem életet sehol, mert rájött, hogy élete a bor. Az oldal boldog, viszik én dal. Noé, húá, így kellett, hogy történjen. Vérember, már nem kérdez, így kellett, hogy történjen. A vérember, már nem kérdez. Sese. Szívből köszönöm. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, tisztelt hölgyek és urak.
Tessenek elképzelni, hogy tegnap fölhívtak minket a szervezők, és azt kérték tőlünk, hogy ugyan már, fiúk, tiszteljétek meg azzal a 9. posztot, hogy írtok egy rövid kis 10 másodperces kis himnuszt erről az eseményről. Hát, nagyon megijedtünk, de hála Istennek volt a hátsó zsebünkben egy műsorfüzet, egy információs füzet, megnéztük, hogy mik éppen az aktualitások, és így született meg ez a tényleg csak 10 másodperces kis dalocska, melynek most világpremierje lesz, mert soha senki tőlünk eddig még ezt nem hallhatta, azért, mert itt raktuk most össze délután. A műszak hallotta itt hát. Neki tetsz, hát akkor. Na, 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 na. Mit nekünk a gazdasági válság? 10 napig tart pincsen a találkán, minden évben izgalomba várva, minden évben változik varázsa, oly szórakoztató a pécsi országos színházi találkozó. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!